Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves diákok és kedves felnőttek, első adventi alkalmunkon a Lukács szerinti Szent Evangélium harmadik részéből szól hozzánk Isten igéje, a harmadik rész második versétől a hatodik versen záródó ige szakaszból. Annás és Kajafás a főpapok idején szólt az Úr Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. Ő pedig bejárta a Jordán egész környékét, és hirdette a megtérés keresztségét, a bűnök bocsánatára. Ahogyan megvan írva Ézsaiás próféta beszédeinek könyvében, kiáltó szava hangzik a pusztában, készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit, minden völgyet töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el, legyen a görbe út egyenessé, a göröngyös simává. És meglátja minden halandó az Isten szabadítását. Amen. Kedves testvéreim, kedves felnőttek és kedves diákok, az adventi időszak kezdetén vagyunk. Azt gondolom, hogy ez az az időszak, ami az emberek számára a legfontosabb dolog, a karácsonyra váró készülődésnek az ideje. Az emberek terveznek. Vannak, akik eltervezik, hogy mit fognak meglátogatni az ünnepeken. Vannak olyanok, akik azon gondolkoznak, hogy milyen ajándékkal lepjék meg azokat, akik fontosak az ő számukra, a szeretteiket. És igen, azt mondhatjuk, hogy az adventi időszak az valóban a készülődés időszaka. Advent azt jelenti eljövetel. Adventus Domini, az Úr eljövetele. És azt gondolom, egyre inkább tapasztaljuk, sajnos talán sokszor egyre hamarabb is, hogy az utcákon és hogyha a tereken végignézünk, akkor láthatjuk, hogy ki vannak világítva. Az üzletek talán már túlkorán is megkezdik mindezt. Még pedig azért, mert úgy érzik, hogy kell az ünnepélyes hangulat. Ehhez kell a fény, ehhez kell a csillogás, a pompa, a zene. És azt gondolom, valahol egyet is érthetünk ezzel, hogy az ünnepélyes hangulat az nagyon szép dolog, de az advent az talán legyen több lennél. Az advent egy kicsit legyen az ünnepre való készülés. Legyen a valódi lényeknek a megérzése, és legyen a valódi lényeknek a megtalálása az, hogy Isten az első karácsonykor a legnagyobb ajándékkal ajándékozta meg ezt az emberi világot, az ő egyszülött fiával. És éppen ezért olvasnom fel Lukács evangéliumából Keresztelő János szavait, aki útkészítő volt. Aki az útkészítés fontosságára hívta fel a figyelmet, és az ő tevékenységéből és az ő szavaiból látszik, hogy igen, mennyire fontos, hogy az út az el legyen készítve. Ézsaiás próféta szavait idézi, készítsétek az Úrnak útját, az utat, ami járni kell, azt tegyétek egyenessé. És azt gondolom, mi is tudjuk, milyen jó, hogyha az életünkben vannak bejáratott ösvények. Olyan ösvények, ahol tudjuk teljesen normálisan élni a mindennapokat. És az adventi idő ebben segít. Készülünk az ünnepre, és egy kicsit úgy készüljünk, hogy önvizsgálatot tartunk. Megvizsgáljuk azt, hogy mire törekedünk, milyen utakat készítünk, vagy éppen milyen célt akarunk elérni az mindenben. Ne csak a saját utunkat készítsük, hanem próbáljunk elcsendesedni, próbáljuk megtalálni az alkalmat, a lehetőséget, és próbáljuk megélni, és azt gondolom valahol megfogni az ünnepnek a valódi lényeg. Ebben segíthet a mai ige. Abban, hogy egy kicsit elgondolkozzunk, és talán egy kicsit másképpen is értékeljük azt az adventi időszakot, azt az adventi lehetőséget, amelyet ebben az esztendőben is ajándékba kapunk. Mert az advent az valahol egy kegyelmi idő az ember számára. Kegyelmi idő arra, hogy gondolkozzunk, hogy elrendezzünk az egyenlőtlenségeket, hogy egyengessük az Úr ösvényét, ami életünkben, ami szívünkben és ami lelkünkben. És arra, hogy a karácsonyra ne csak külsőleg készüljünk. Ahogy említettem, fontos dolog. Fontos a meglepetés,
Fontos a szeretetnek a különböző megnyilvánulása, de a legfontosabb annak a szeretetnek az elfogadása és megélése, amelyel Isten ajándékozta meg ezt az emberi világot. Hát az első karácsonykor elküldte közénk az ő egyszülött fiát, az Úr Jézus Krisztus. Miért? Mert úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És Jézus Krisztus tökéletesen teljesítette az ő küldetését. Eljött közénk, és nem kér más, mint elfogadjuk, befogadjuk az általa adott és az általa nyújtott értéket. Ehhez kell, hogy az életünkben is ott legyen és helyén legyen az adventi időszak. Hogy megbékélt szívvel utat nyithassunk a várva várt Úr Jézus Krisztus előtt. Mert az ünnep lényege ez, hogy Isten felünk fordult, hogy az isteni szeretet arról szól, hogy elküldte az ő egyszülött fiát. És az adventi időszakban legyen erre néhány percünk naponta, hogy készítsük el számára az utat a szívünkben, vagy lelkünkben. Hát akkor egész biztos eljön, és akkor egész biztos meg fog látogatni bennünket. És én most arra kérlek benneteket is, készítsétek magatokat. Ne csak az ünnepre, hanem az Úr Jézus Krisztus eljövetelére. A 312. dicséretünk oly szépen figyelmeztet erre, jól készítsétek útját, a vendég már közel. És én azt kérem és azt kívánom, hogy az Isten szent lelke szólítson meg benneteket, az Isten szent lelke formáljon, alakítson, és ezek az adventi alkalmak az Isten segítsége és az Isten kegyelme által legyenek ebben mindannyiunk segítségére. Amen. Advent első gyertya. Advent első vasárnapján felgyulladt egy gyertya fénye, melegítse át szívedet, legyen fényű eredménye. Kezdődik a csodavárás, ahogy egykor Jézus várták. Szeretettel, bizalommal a tűzlelget körülállták. A megváltó tiszta fényt hoz, szeretetet, ami éltet, felemel a puszta földről, Isten fiával fogad téged. Szeretettel, tárki lelked, veled álltam egy világot, kívánt azt, hogy minden ember itt a földön legyen áldott. Gyertek el, égő szerint
lányunk is kész, amely magasra tartja, és egy másik, aki segítsen, annak elfárad a karja. Gyertek el, sok kiségű gyertya, és ránk az hordozó kezek, hogy amikor szembe jön velünk, el ne kerüljük őt, emberek. Tanácsos szeretett Jézus, a házamat fenyőállokba gyertyánkba égünkkel és sülénkedő hangoskákkal nézhetem fel. De a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszlettervező. A konyhában fáradozom, karácsony süteményeket sütök kilószámra, ízletes ételeket főzök, és az evéshez csodálatosan megterített asztalt készítek elő, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint szakács. Ha a szegény konyhában segítkezem, az öreg otthonában karácsonyi éneket zenged, és minden magyarom a segélykétel ajándékozom. De a családom felé nincs bennem szeretet, mindez semmit nem használ nekem. Csillogó angyalkákkal és hallgató hópelyekkel díszítem fel, ezer ünnepen veszek részt, templomi kórusban énekelek, de Jézus Krisztus nincs a szívemben, akkor nem értettem meg, miről is szól a karácsony. A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje, a szeretet hagyja a lakás díszítést, és megcsukolja a házastársát. A szeretet barátságos, az időszűk ellenére is. A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jó kiválasztott karácsonyi porcelán, és odaidő asztalterítő van. A szeretet nem kiállt a gyerekekre, hogy mindennek válaszuk volt, hanem hálás érte, hogy vannak és úgy tudnak lenni. A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is valamit, hanem örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem tudják viszonozni. A szeretet mindent elvisel, mindent visz, mindent emél, mindent eltűr, a szeretet soha el nem múlik. Videójátékok tönkre mennek, gyöngysorok elvesznek, számítógépek elavulnak, de a szeretet ajándéka megmaradik. Még úr a sötétség, hosszak az éjek, milyen a földre, hideg a tér. Fénik a szívekben a rejtőző ígéret, az advent igéje életre kér. Ünnepük koszorult gyertyáját dicsúrnak, erős a szívekben a hit, remény. Egy szűztől születik, megváltva a földre, kicsi lesz, de már is árad a fény. Koszorult négy gyertya, vasárnap felrobban, jelzi, hogy közel hozzánk urunk. Minden új hétvége fényesebb számunkra, amíg mi őszívvel várni fogunk. Yeah.
2000 év a tanúja, valaki eljött, valaki elment, valaki visszajön, hogy nem. Angyalok ajkán, emberek hangján, csöndül a csillagos ének, 2000 éve mennek eléve, boldogan, kik neki élnek. Ott a helyedet drága menetben, életed Krisztus a vár rád, hagyd el a gondot, légy vele boldog, zengel szíved hárad. Puha jászolként vár a szívem rád, végül a Jézus lakozásban.